Tisztelt Békés Csabai polgárok, kedves tévénézők! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a 2011-es esztendő első napján. Már megettük a lencsét, megsimogattuk a szerencsepatkót, megfogadtuk, amit minden esztendőben szoktunk. Számot is vetettünk. Értékeltünk és terveztünk. Új célok körül forognak gondolataink, és hisszük, hogy az új évben lesz erőnk, kitartásunk, hogy céljainkat elérjük. Békés Csaba városa úgy működik, mint egy szép, nagy család. Mindenki fontos szerepet tölt be, számítanak rá, és ő is számíthat a körülötte élőkre. Fontos pillanatokban, mint egy új esztendő kezdete, a családfő feláll, és megmondja, mit kell tenni a közösség érdekében. Nem beszél csodákról, mert tudja, olyan nincs. Tudja, hogy az apró csodákért is komoly küzdelmeket kell vívni. A családfő előveszi a kockás füzetet, esetleg a hordozható számítógépet, és összesít. Beszámol az előző év bevételeiről, kiadásairól. A sikerekről, az esetleges kudarcokról is. Elmondja, hogy jelen állás szerint mire is számíthat a család az elkövetkező 12 hónapban. Futja el tengerparti nyaralásra, vagy csak pósteleki szalonnasütésre. Elmondja, hogy csak magunkra számíthatunk, a saját munkánkra, a szorgalmunkra, amelyről amúgy is messze földön híres ez a nagy család. Kedves Békés Csabaiak! Újra egy nehéz esztendő előtt állunk, azonban én optimista vagyok, mert jól ismerem a Békés Csabai embereket, és tudom, ha összefogunk, akkor van esélyünk arra, hogy szeretett városunk tovább haladjon a jó úton. Javaslom, tartsuk szem előtt 2011-ben a legnagyobb magyar Széchenyi István gondolatát. Azokból a kövekből, amelyeket utunkba gördítenek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. E gondolat szellemében kívánok minden Békés Csabai polgárnak munkában és eredményekben gazdag új esztendőt, továbbá jó erőt, egészséget, kitartást, jókedvet és lelki békét.